Fotókiállítás nyílt a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. Ezúttal a Magyar Fotóművészek Világszövetsége tagjainak összeállítását tekintheti meg a nagy érdemű. Az eseményen a Kanizsa Fotóklub bemutatta azt a vándorkupát is, amelyet a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének fotópályázatán nyert el. Rendhagyó módon idén nem a Kanizsa Fotóklub képeiből nyílt a tárlat, ezúttal a szövetség 11 fotóművészének a felvételei láthatók a HSMK színházi előcsarnokában. A fényképek között 4 kanizsai művész alkotása is megjelenik. A kiállított fotók között megtalálható a portré, a zsánerképek, de az absztrakt fotó is visszaköszön. A hétfői tárlat megnyitón Fekete Tamás, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége Dunántúli régiójának alelnöke beszédében kiemelte, egy jó fotó elkészítéséhez mindegy, hogy telefont vagy profi gépet használunk. A lényeg az, hogy a nézőt megszólítsa és gondolatokat ébresszen benne. Mi az, amit mond az a kép? Mi az, amit sugal az a kép? Jól van komponálva színeiben, formájában, és hát tulajdonképpen a gondolat, amit hogy mondjam, sugal vagy megtestesít, és hát ez nagyon sokszínű lehet. Az alkotók is nagyon sokszínűek, más és más egyéniségek, más és más stílus képviselnek. A MAFOSZ minden évben meghirdeti tagszervezetei számára az országos versenyét. A Kanizsa Fotóklub immáron rendszeres résztvevője a versenynek, és az elmúlt években az elsődben mindig benne voltak, tudtuk meg Varga Szilártól. A fotóklub elnöke hozzátette, az első helyet viszont 25 év után először idén sikerült elnyerniük a mintegy 100 nevezett klub közül. Magáról a versenyre azt kell tudni, hogy ez nem az egyénekre kihegyezett verseny, tehát ide egy klub kollekciót kell beadni, ami azt jelenti, hogy szerzőnként legfeljebb 3-at, és az egész kollekció legfeljebb 24 darab felvételből állhat. Tehát a zsűri az alapján állít fel a rangsort, hogy kinek mennyire, melyik klubnak mennyire lett erős a kollekciója. A tárlatot a HSMK nyitvatartási ideje alatt szeptember 20-áig lehet megtekinteni.